Nyilván. De azt lehet, hogy szeretnék szerintem, ha már igen. Jó. Ha már. De a rácsos kapu. És a rácsos pénz. Érdekes módon történt az előállításom a demonstráció befejezése után az egyenruhába költözött rendőrök félrehívtak. Az egyik kollégámnak kérték volna a szemigazolványát, aminek a gépkocsiával mondták, hogy elkísérnek a gépkocsiig. Majd amikor 3-4 utcával arra értünk, akkor egy megkülönböztető jelzés nélküli gépkocsiból nyomozók szálltak ki, és szó szerint elraboltak az utcáról, akár én így is fogalmazhatom, én így éltem ezt meg. Behoztak, nem közölték, hogy milyen okból, bevittek a 4. kerületi rendőrkapitányságra, ott hát egy ilyen, nem is tudom minek nevezhető, ilyen előzetes fogdába tartottak, majd valamikor hajnalba áthoztak ide a Gyorskocsi utcába, és a vád ellenem engedjék meg, hogy pontosan olvassam, mert kicsit hosszú, hogy mi is volt a vád. Nem baj, az igaz, hogyha egy kicsit így már megvágják, hogy is, nem? Én van, hogy nem baj. A vád. Közérdekű üzem. Igen, közérdekű üzem működésének csoportosan elkövetett megtalálása. Ez 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kijelöltek egy ügyvédet hivatalból, én nem fogadtam el az ügyvédet, és saját ügyvédet sem kértem. Nem tartottam rá igényt, panasszal éltem ez a vád ellen és a fogvatartásom ellen is. És azzal indokoltam meg az egészet, hogy beszélhetünk-e bűncselekmény elkövetéséről akkor, amikor több tucat vagy akár 100 rendőr is ott volt a helyszínen, és egyetlen egy alkalommal ezen hatósági személyek nem szólítottak fel a helyszín elhagyására, biztosították a helyszínt, mi a forgalmat nem akadályoztuk, hiszen mire mi odaértünk, a teljes forgalom le volt állítva, ezek a hatósági személyeknek hivatalból kötelessége felszólítani, amennyiben bűncselekményt észlelnek, intézkedni vagy felszólítani, hogy hagyjuk abba a bűncselekmény elkövetését, magatartását. Ez nem történt meg, és én sérelmeztem azt is, hogy ilyen súlyi módon történt az előállításom, hiszen elvihettek volna ott is. Én nem hiszem, hogy úgy viselkedtem volna, mint aki el akar rejtőzködni, vagy további bűncselekményeket elkövetni, illetve megszökni. Itt az intézkedő rendőrtisztek, akik felvették a vallomásomat, ők közölték velem, hogy ők tudják, hogy koncepciós eljárás áldozata vagyok, de nekik a parancsot teljesíteniük kell. Most már csak azt kellene megtudni, hogy ki adta ezt a parancsot, de nekem vannak sejtéseim. Egy olyan cellába helyeztek el, ami alkalmatlan volt emberi tartózkodásra, nyüzsgött benne a poloska, többször panaszt tettem ez ellen volt, amikor egy alkalommal, egy adott pillanatban 6-8 poloska volt a párnahúzatomon. Én panasszal éltem ezzel. Azok a rendőrök és fogdaőrök, akik ismertek, tudják, hogy ki vagyok, vagy legalább néhány mondatot váltottunk, azok nagyon nagy tisztelettel és alázattal viseltettek irántam, viszont hogyha ilyen műszakváltás volt, és újoncok, vagy akik nem ismertek, azok emberhez nem méltó módon viselkedtek, és én ebből arra tudok következtetni, hogy nagy valószínűséggel a legtöbb fogvatartottal így viselkednek, hiszen amikor azt mondtam, hogy ez a cél alkalmatlan
emberi tartózkodásra ennyi poloskával, akkor amikor becsukták az ajtót, röhögtek hárman, hogy halljátok, nem örül a poloskáinak. Tehát ez megengedhetetlen, nem beszélve arról, hogy ezek a cellák közegészségügyileg szerintem alkalmatlanok emberi tartózkodásra, annyira koszosak és büdösek, majd a többszöri panaszom után áthelyeztek egy olyan cellába, ahol nem voltak poloskák, de nagy valószínűséggel azért, mert az annyira büdös volt, hogy még a poloska sem bírt elviselni, ott az emberi fekáliától és a vizeletig a falakon, cigarettacsikkekig, ott minden volt. Úgyhogy... Mi a következő lépés? Még annyit megemlítenék, hogy ezen vallomásomban én kijelentettem, hogy politikai fogolynak tartom magam, egy koncepciós eljárás áldozata vagyok, és mindaddig, amíg szabad lábra nem helyeznek sem vizet, sem élelmet nem fogadok el, nem is fogadtam el, nem is tisztálkodtam, most már 19-e óta ugyanebben az alsóban vagyok, zokniba és nadrágba, én is már kezdtem felvenni a cellának a szagát, valamint kértem a lehetőségét annak, hogy vegyem fel a kapcsolatot az orosz nagykövetséggel, hogy tudjam értesíteni Oroszország elnökét a magyar helyzetről, mert megengedhetetlen, ami Magyarországon zajlik, hiszen ami a Rákosi diktatúrában zajlott, ott csak leseperték a padlást, itt elviszik a padlást, és ha ez ellen valaki felemeli a szavát, akkor azt az Orbán diktatúrába megpróbálják kiiktatni. Nagy valószínűsége annak, hogy ilyen hamar kiengedtek az a vallomásomban leírtak alapján, és az emberek kiállása alapján, hiszen a Facebookon azt hallom, hogy szinte felrobbant a Facebook, hogy az emberek már tüntetéseket szerveztek szerte az országban, és ez nagyon-nagyon jól esik, hogy nem hagytak cserbe, kiálltak, és azt tudom ígérni, hogy én sem fogom őket cserbe hagyni, ugyanúgy, ahogy eddig nem hagytam cserben, és ha eddig nem lett volna elég okom és indokom arra nézve, hogy kiálljak az igazságért, akkor most rásegítettek, hiszen megalázónak tartottam mindazt, hogy levetkőztettek, elvették a cipőfűzőmet, alanadrágfiamat, megbilincseltek és kórházon vezettek, mint egy köztörvényes és közveszélyes bűnöző. Nem én vagyok a bűnöző. Ma Orbán Viktor egy valakit elrettek politikailag Magyarországon, az nem Gyurcsány Ferenc és nem Bajnai Gordon és nem Mesterházi Attila, hanem Kásler Árpád. Úgyhogy tisztelt miniszterelnök úr, tessék felkötni a gatyaszárát a 2014-es választásokra, mert új fiú költözött a kerületbe. Kihívom őt. Köszönöm szépen. Miben indokolt a rendőrség az önrendelésre? Az ügyészségi határozatban az áll, hogy nem szüntették meg teljesen az eljárást, viszont azonnali hatállyal kérték a szabadon lábra helyezésemet, mert az ügyészség szerint nem áll fenn a veszélye az elrejtészkedésnek, az elszökésnek, illetve további bűncselekmények elkövetésének. Köszönöm szépen. Pontosan mit jelent ez, hogy új fiú költözött a kerületbe? Ez egy mondás. Ez egy mondás, tehát minden kerületben, lakótelepen szokott lenni egy erős fiú. Az erős fiú addig szokott erős fiú maradni, amíg nem jön egy erősebb. Új fiú költözött Orbán Viktor úr, aki ki fogja önt hívni a 2014-es választásokon. Ez pontosan mit jelent? Azt, hogy a 2014-es választásokon a haza nem eladó mozgalom megméretteti magát. Köszönöm. Hát ezért azért ne szaladjunk előre, lehet, hogy nem lesz miniszterelnök sem. Majd kellő időben tájékoztatjuk a közvéleményt erről. Miben vagy, de nem is tisztázunk a dokumentumokból, hogy gyanút fogalmaztak meg, vagy vádat, mert vádat mondott önt. Nem vagyok jogász, meg nem én sem. Szintén. Hála Istennek, ezért utasítottam vissza az ügyvédeket. De hogy nincs felekel a dokumentumokban, hogy pontosan gyanúsított kihallgatásról szól. Készült a budapesti rendőrfőkapitányságon a büntető törvénykönyvről szóló 2012 évi törvény 323. paragrafus bekezdésében ütköző pontja szerint minősülő csoportosan elkövetett közérdekű üzem működése megzavarásának büntettének megalapozott gyanúja miatt. Kásler Árpád ellen folyamatban lévő eljárásban Kásler Árpád gyanúsított kihallgatása. Ez volt, ez még tegnap este volt, azóta már itt változott egy kicsit.
ez talán egy picit összetettebb. Azt mondja, a határozat az ügyészség. A 5. és 13. kerületi ügyészség határozata az őrizetbe vétel elrendelése elleni panasz elbírálásáról. A közérdekű üzem működése megzavarásának csoportosan elkövetett büntette miatt Kásler Árpád és társai ellen a budapesti rendőrfőkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályának korrupciós bűnözés elleni osztályán XY szám alatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság őrizetbevételt elrendelő határozata ellen Kásler Árpád gyanúsított által bejelentett panasznak a PL 195. paragrafus 4. bekezdése alapján helyt adok. Tehát az ügyészség helyt adott a panaszomnak. A nyomozóhatóság 2013. augusztus 21 napján kell őrizetbevételt elrendelő határozatát hatályon kívül helyezze, és Kásler Árpád azonnali szabadon bocsátását rendelem el. A határozatot Kásler Árpád gyanúsítottnak és dr. Szabolcs, Csill Szabolcs védőnek azzal kézbesítve, hogy ez ellen a bekezdés értelmében további panasznak helye nincs. És itt akkor megindokolják, hogy miért indult az eljárás. De akkor én értem, nem szűnt meg az eljárás? Nem szűnt meg az eljárás. De nem értem meg, hogy ebből talán azt tűnik, hogy nem szűnt meg. Nem szűnt. Az eljárás nem szűnt meg, pusztán további vizsgálatok folynak, hogy milyen károkozás keletkezett. Itt arról született határozat, hogy szabadon kell, hogy bocsássanak. Én szerintem az eljárást is meg fogják szüntetni, mert ha én ellenem bármi nem eljárás fogalmatosítanak, akkor még legalább 100 rendőr tisztelje. Ugyanezt megköveteli a törvény. Tehát akkor a gyanúszánál, bocsánat, csak még egy utolsó tisztelgás, hogy a gyanúszánál az őrizetre vételét megszüntették, mert azt az ügyészségben talán indokoltak. Csak úgy pontosan tudom megfogalmazni. Azt mondja, a nyomozó hatóság Kásler Árpádot 2013. augusztus 24. napján hozott határozatával előállítása idejétől kezdődő időponttal őrizetbe vette. A határozat indoklása szerint Kásler Árpáddal szemben a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, előzetes letartóztatása a BL 129. paragrafus 2-es bekezdésének B és D pontjaira figyelemmel valószínűsíthető. A határozat ellen Kásler Árpád indoklás nélküli panaszt jelentett be. A panasz alapos. A BL 126. paragrafus 2. bekezdése alapján az őrizetbevétel szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja különösen tettenérés esetén rendelhető el, feltéve, hogy a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető. A büntető törvénykönyv a közérdekű üzem működése megzavarásának csoportosan elkövetett büntettét 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A bűncselekmény megalapozott gyanúját Kásler Árpád ténybeli beismerő vallomásán felül, tehát én semmit nem tagadtam, mindent elmondtam úgy, ahogy történt, rendőri jelentések, tanúvallomások, valamint a Budapesti Közlekedési Központ által szolgáltatott adatok támasztják alá. A törvény a kényszerintézkedést megalapozó általánosokon felül azonban különös okokat is szabályoz. Amennyiben ezek közül legalább egy nem áll fenn, az általános ok megléte ellenére sincs helye előzetes letartóztatás elrendelésének. A nyomozóhatóság álláspontjával szemben az ügy adatai alapján az őrizetbevétel elrendelésekor semmilyen körülmény nem alapozta meg a törvényben szabályozott különös letartóztatási okok fennálltát, azaz annak veszélyét, hogy Kásler Árpád a hatóság elől megszökne vagy elrejtőzne, továbbá, hogy a jövőben szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. Erre figyelemmel a panasznak helyt adva a törvénysértő határozat hatályon kívül helyezéséről és a terhelt szabadon bocsátásáról döntöttem. Két gondolatot engedjen meg, az egyik az az, hogy mivel még fennáll ez a 2-től 8 év, tehát az eljárás még tart, és az ügyünk azt mondta, hogy visszautasított a hivatalból kirendelt ügyvédet is, ezek szerint nem is kíván fogadni, akkor hogyan kíván mondjuk, hogy esetleg jogilag felépni ezzel lenni? Hát ezen majd, per lesz, ez hát ezen majd akkor gondolkodunk, megmondom őszintén, hogyha
én már ügyvédről hallok, akkor kiráz a hideg, hiszen a banki adósok érdekvédelmi szervezeten keresztül megszámlálhatatlan ügyvéddel álltunk kapcsolatban. Több tízezer ügyvéd van Magyarországon, és ezek az ügyvédek, én kimerem jelenteni, hogy cserben hagyták a magyar társadalmat, nem álltak ki, hiszen ők a jogvégzettek, ők lettek volna hivatottak, nem mi, akik nem vagyunk jogvégzettek, ők lettek volna hivatottak elvégezni azt a munkát, amit mi végeztünk el helyettük. Még annyit azért, ha itt a fogvatartásom alatt a rendőrtisztek kontójára hadd írjak rá pozitívumként, hogy elfogadták azon állításomat, és ez nagyon fontos, mert úgy tudom, hogy 3-4 társunkat még ugyanilyen módszerrel bevittek, Cuci Ernőt, aki végigkísért az országjárásom alatt, Juhász Szilviát, aki a Haza nem eladó mozgalom, nem? Bocsánat, akkor ezt vegyük ki. Ernőt és Jönit. Bocsánat, akkor ezt vegyük ki a Juhász Szilviát, pedig ezt bemondtam a Amort is, én úgy tudom. Nem, csak Ernőt és Jönit vitték be, Gyuri meg én, mi hazamentünk és vártuk a telefon tőletek. De hát nyilván te ezt nem tudsz hozzá. Hívd föl, légy szíves a Tamás, hívni a Tamás, hogy ne tegyek ki. Jó, akkor ezt. És hogyha esetleg úgy ismételném meg, hogy nekünk is hasznos legyen, hogy nem mondjuk a neveket, csak annyit, hogy... Annyit pozitívumként a rendőrség, a rendőrtisztek kontójára írhatnánk, hogy elfogadták azon kijelentésemet, mert több társunkat ugyanígy előállították, és én közöltem velük azt, hogy vizsgálják meg a Haza nem eladó mozgalom alapszabályát, amely szerint kizárólag a vezér terheli a felelős az irányításért, és ők az én parancsomat teljesítették, és ők ezt elfogadták, és azonnyomban szabadlábra is helyezték ezeket az előállítottakat. Tehát teljes mértékben felvállaltam a felelősségét az Asztóriánál történtekért, és a továbbiakban is felvállalom. Még egy utolsó gondolatot engedje meg, úgy tudom, hogy arról volt szó, hogy ha a petíciójukat nem beszélt Áder János, és nem járna sikerrel, akkor további 50 városban terveznek hívemeslátról. Ezt tartják ki még? Ez nem így volt, pontosabban úgy szólt, arról volt szó, hogy átadtuk a petíciót Áder János küldöttének, köztársasági elnök küldöttének, viszont nem kaptunk ott helyben egy olyan kielégítő választ, ami lényegében időpontot, egyéb cselekményeket nem kellett volna, hogy tartalmazom. Mindössze annyit kértünk, hogy adjanak garanciát arra nézve, hogy a köztársasági elnök úr fogadni fog bennünket. Azt, hogy majd mikor, hogyan, milyen helyszínen, arra vártunk volna, ennyit kértünk mindössze, és ezt nem adták meg, azt mondták, hogy erre nincs lehetőség. A szokásos sablonszöveg, hogy majd írásban válaszolnak, ezt számtalanszor eljátszottuk. Ilyen esetekért nem lehet embereket 100 kilométerekről kifosztott embereket felhúzolni Budapestre, és majd kapunk 4 hónap múlva egy semmit mondó választ. Ezért kényszerültünk egy figyelemfelkeltő megmozdulásra, és én nagyon örülök, hogy ezt megtettük, semmit nem bánok, és ha kell, máskor is meg fogjuk tenni. Én köszönöm. És akkor én azt mondja, hogy tulajdonképpen a rendőrök voltak, akik a kísérleteket találták neteteket, ezért nem álltam, amit megfogalmaztak a papírokban, hogy köszönöm. Nem az, nem csak ezért, hiszen a rendőrségnek én bejelentettem, ezt tessék ezt felvenni. Én nem azt állítom, hogy azért nem történt bűncselekmény, mert hogy a rendőrök állták el a gépjárműveknek az útját, ami egyébként így volt, hanem azért, hogy mi csak éltünk a gyülekezési jogunkkal, a törvénybe foglalt módon, ugyanis nem állt mód arra, hogy 72 órával előtte ezt bejelentsük, viszont ott a helyszínen közöltük a Teve utcai rendőrkapitányság kollégáival, ők nem ellenkeztek és biztosították nekünk a helyszínt. Innentől kezdve mi a bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. Ez ellen senki nem tiltakozott. A rendőrség a teljes védelmet és kíséretet biztosította, a forgalmat leállította. Egyszerűen döbbenet, milyen bűncselekményről beszélünk akkor. Ki követett el bűncselekményt? A rendőrség, az országos rendőrkapitányság, vagy én? Én megmondom, ki követett el bűncselekményt. A gazdasági és politikai maffia.
Ennek áldozatául esett több ezer magyar állampolgár és több százezer magyar állampolgár elmenekült az országba. Őket kell törvényszék elé állítani. Emlékeznek még a postabank botrányra? 75 milliárd csikkasztás, 10 év után 3 millió forint bírsággal távozott. Az, hogy leül egy ember, vagy akárhány ember, leül a vasúti sínre, vagy a villamos síneire, akkor 2 évtől 8 évig terjedő börtönbüntetés kell kirólni rá, és azok, akik 75 milliárdot elsikasztottak, és 100 milliárdokat, és tízezreket és százezreket földön futóvá tesznek, öngyilkosságba kergetnek, azok meg szabad lábon futkosnak. Én a múltkor már felvetettem a tagjaink között és az emberek között, hogy jöjjünk el a legközelebbi börtönhöz, és dörgessünk a kapon, hogy engedjenek be, mert mindaddig, amíg kint az utcán, szabad lábon, köztörvényes bűnöző szaladgálnak, és a parlamentben tevékenykednek, akkor lehet, hogy nagyobb biztonságban vagyunk bent a börtönbe. Csak Koloska nevet. Ennyi. Megyek most, lefürdök, hazamegyek a családomhoz, és elégetem a ruháimat, mert szerintem teli vagyok Koloskával. Egy pillanat, álljanak már meg, hadd mutassak valamit. Hát hoztam emléket. Elhozott egy Koloskát. Kettőt. Még véres. Hogy tetszik? Tehát a ma Magyarországon, az Orbán diktatúrában ilyet lehet állami költségvetésen. De ezt adták úgy ingyen. Ez ingyen. Ingyen van. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jó? Hol egy kupa? Hadd ide elviszem. Megkülönböztetés nélküli gépjárművel. Hiszen én nem akartam elmenekülni, hát ott álltam az emberek között. Lett volna, volt rá 4 óráig, hogy elvezessem. Egyébként mi úgy érezzük, hogyha RPS csoportja ellen van a feljelentés, akkor nekünk is mellette van a helyzet. Minket miért nem vittek le? Igen, ezt beszéltük a nem. Miért nem vittek le? Igen. Ott voltunk mindannyian. Elmondtam az előbb, hogy tehát én ezt kértem itt bent, hogy vegyék figyelembe az a nem eladó mozgalom alapszabályát, miszerint kizárólag engem terhel a felelősség minden döntésért, mert a vezér irányítja a mozgalmat. És jól van ez így, mert nektek kint volt a helyetek, én örülök, hogy nem voltatok bent. Elhívom a Tamást akkor. Beszéltem Erdővel, beszélt Tamással. Hogy ne tegyem itt. Köszönöm. Sokan vagyunk. Egyre többen az országban, így győzni fogunk. Már napközben csatlakoztak a 17. kerülethez 2-3-an, úgyhogy köszönjük a hírt. Meg kis víz nálam le, a brutok meget. Haza nem eladó! Kezdem már megszokni. Meg lehet. Ha végeztél, megölelnénk. Büdös vagyok. Nem meg koloskás. Mi is meg koloskás. Kicsit megfognád ezt, ne haragudj, hogy a szeretetünkkel lássuk el. Így csak így csinálják. Így. Utána megyünk mindannyian a fertőtlenítőbe. Haló. Szia Tamás, figyelj csak, a Juhász Szilvia és a Száraz Gyurit nem vitték be, azt valahogy ki kéne vágni, nem tettették, igaz?